A gyermekek lételeme a felfedezés. Eközben sok veszély leselkedik rájuk, és akár egy apró falat is életveszélyes lehet. Ez történt Nimroddal is, akinek életét édesapja mentette meg, egy korábbi adásunkban bemutatott technika segítségével. Gyorsan idejöttem a kis székhez, akkor még rajta volt a tálca, elmiféle műfogásról nagyon picit kettőt húztam rajta, nem jött ki, éreztem. Gyorsan a feleségem lekapta a tálcát, én kivettem Nimroddot, ahogy láttam a műsorban. A félrenyelés leginkább a csecsemő és kisgyermekkorra jellemző, mert a babák mindent a szájukba vesznek. Nagyon sokszor menet közben etetik a szülők a gyereket, amikor már elkezd totyogni, és valami a kezéből a szájába kerül, menet közben szintén nem tudnak arra figyelni, hogy egyszerűen nyeljenek, lélegezzenek, megszaladjanak. Megelőzéssel elkerülhető a baj. Tegyük el az apróbb játékokat, és tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy ne játék közben egyen. Félrenyeléskor ne rázzuk fejjel lefelé a babát, helyette biztassuk köhögésre. Hogyha ez a köhögés erőtlenné válik, akkor kell nekünk beavatkoznunk. A csecsemőt az alkarunkra fektetjük, úgyhogy az állát megtámasztjuk, és a két lapockája között nyitott tenyeremmel 5 háti ütést végzek. Hogyha ez nem oldotta meg a problémát, akkor megfordítom a babát a hátára, ugyanígy az alkaromra fektetem, és a mellkas közepét egy hirtelen lefele és felfelé irányuló mozdulattal megpróbálom összenyomni, hogy egy hirtelen levegő kiáramlás az idegen testet kivigye a légutakból. Ha ez még mindig hatástalan, akkor megint megfordítom a babát, és megint 5 háti ütés következik. Ezt egészen addig csinálom, amíg el nem veszti az eszméletét a gyermek. Ha elveszítette az eszméletét, kemény talajra kell fektetni, és el kell kezdeni az újraélesztést, miután értesítettük a mentőt a 104-es hívószámon. Hátrahajtjuk a buksiját, belenézünk a szájába, ha látunk olyan idegen testet, ami egyetlen mozdulattal eltávolítható, akkor vegyük ki, ha nem, akkor vakon nem kotorászom, mert további sérüléseket okozhatunk nyálkahártyákon. 5 darab befúvásos lélegeztetés következik, amit a fej pozícionálásával tudunk hatékonyá tenni. Mivel csecsemőről van szó, az orrát és a száját egyszerre be kell kapni. Öt befúvásos lélegeztetés után a mellkas közepét megkeresem, két ujjamat a szedcsontra helyezem, és a szedcsont alsó harmadán 30 darab mellkas kompressziót csinálok. Lenyomom a mellkasát, fölengedem, lenyomom, fölengedem. Egy 100 perces frekvenciával kell ezt csinálnom. A 30 mellkas kompresszió után ismét 2 befúvásos lélegeztetés következik. Ez a technika a baba 1 éves koráig alkalmazható. 1 éves kor feletti gyermekeknél és felnőtteknél is a Heimlich-féle műfogással segíthetünk. A gyermek 2 karja alatt átnyúlok, a köldök és a szedcsont közé ökölbe szorított kezemet berakom, másik kezemmel átfogom, és hirtelen magam fele, fölfele egy nagy erővel meghúzom. Abban az esetben tudunk hatékonyan segíteni, ha megpróbálunk nyugodtak maradni. Ha van rá lehetőség, vegyünk részt tanfolyamon, és frissítsük fel első segélytudásunkat, hogy a sziréna helyett inkább gyermeknevetést halljunk.